Szép jó napot kívánok, üdvözöllek titeket ezen a napon, amikor is stabil fogsor előnyéről szeretnék beszélni nektek. A jelenlegi helyzet, ami kialakult világszerte, nagyon sokakat egy másfajta gondolkodásban indított el, ami azért nagyon fontos, hogy rá kellett, hogy jönnünk arra, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, nagyon kevés pénzért. És ezen mindenféleképpen változtatnunk kellett. Én azt gondolom, hogy ezen sokan elgondolkodtak, mert ez az időszak pont arra volt jó, hogy rájöjjünk, hogy át kell alakítanunk az egész fogtainkai munkáinkkal kapcsolatos nézeteinket. És nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy olyan értéket teremtsünk, ami mindenképpen megállja a helyét, nem csak a mindennapokban, hanem azokon a napokon is, amikor valami nagyon extra dolgot szeretnénk elkészíteni mások számára. Én most az átlagos fogsorról szeretnék beszélni, nem azokról a fogsorokról, amiket látunk az interneten, gyönyörű szépen kidolgozva, nagyon szépen individualizálva, hanem azokról a fogsorokról, amik a hétköznapokban készülnek, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos része ezeknek a fogsoroknak a stabilitás, és hogy miért azt a címet választottam ennek az előadásnak, hogy a stabil fogsor előnyei a funkcionalitás és a gazdasági oldalról nézve, azért, mert azt gondolom, hogy minél stabilabb lesz egy ilyen fogpótlásunk, és ehhez kialakítunk egy megfelelő minimum előírtaknak megfelelő árkalkulációt, akkor a gazdasági oldalról nézve is stabil lesz az életünk, és egy olyan helyzet, ami most kialakult, semmiképpen nem fogja megingatni a mi életünket. Nem lesz bizonytalanság, nem lesz elkeseredettség, nem lesz pánik, ami uralta az elmúlt fél évet. Röviden csak ennyit szerettem volna erről az elmúlt fél évről beszélni, de azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, mert a munkáinkat, hogyha tudatosan készítjük el, akkor mindenképpen fontos része az életünknek egy ilyen válság, ami befolyásolhatja a munkának a minőségének a jövőjét is.